A következő előadás címe Adaptív oktatás, integrált nevelés. Tisztelettel felkérem Lénárd Sándor urat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet intézetigazgatóját, hogy tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is, meg a felvezetést is. Nagyon nagy szeretettel jöttem el önökhöz, azzal a felkéréssel, hogy egy kicsit az adaptivitás, adaptív nevelésről beszéljek, és hát nyilván az integráció fényében. Mielőtt ebbe belekezdenék, 3-4 dolgot szeretnék mondani magamról, meg a témához való kapcsolódást. Az első és legfontosabb dolog, nekem van a világon a legcsodálatosabb feleségem, van két csodálatos gyerekünk, kicsit lassan találtunk egymásra, ezért kicsik a gyerekek. Őszintén szólva sokat foglalkozunk a pedagógiával, de azért nagyon szorongtunk és minden vizsgálatot megtettünk, hogy nehogy baj legyen ezen a történeten. Miközben integráció híve vagyok, de azért, mint értelmiségi örülök, hogy két egészséges szép kislányunk van, egy 9 éves Hanna és egy 6 éves Zorka. Ez azért lesz fontos, mert némiképpen az iskoláról is fogok beszélni. A másik fontos dolog, hogy én történelem-földrajz szakos tanár vagyok, sokáig dolgoztam általános iskolában és középiskolában, a szörnyű többségi pedagógusok közé tartozom, és hát nagyjából tanárként kellett rájönnöm arra, hogy mi az, amit egyébként másképp kellene csinálni, és önökhöz hasonlóan nem nagyon tudtam mit csinálni a szabadidőmben, tovább tanultam, elvégeztem a pedagógia szakot, és hát egy ideje elsősorban tanárszakos hallgatókat nevelek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Van még egy szörnyű dolog, hogy egyik fontos célem tanárként, hogy már a képzésben elrettensem a hallgatókat a tanári pályától. De meggyőződésem, hogy sokkal jobb lenne a világ, ha számos pedagógus már a képzés során rájött volna, hogy ez nem neki való, és már ettől könnyebb lenne. Én ezt vállalom, tehát amikor azt fogják olvasni, hogy viszonylag kevés pedagógus végez természettudományon, akkor mindig Lénárd. Tehát ő volt az, aki már ott elkaszálta őt. És akkor a harmadik dolog, az teljesen magánjellegű történet, hogy nekem melegen van, tehát megengedik, hogy levegyem az akómat. Köszönöm szépen. Szerettem volna kezdeni ilyen tanári kérdéssel. Nagyon rosszul esett volna azt, hogy nem, fulladj meg. De köszönöm szépen a lehetőséget. És a másik ilyen, hogy annyi csinos fiatal hölgyet látok itt a teremben. Többeket próbáltam rávenni, hogy ne sorbáljanak a lányvécért, jöjjenek be a fiúba, mert az üres volt. De szóval nagyon csinos, kedves hölgyek vannak, hogy egy kölcsönös tegeződésbe, ha szaradna maradni, és az urakkal is természetesen legalább annyira csinosak, és ugyan furcsa módon elölülnek. Jó. Eddig olyan viccesnek tűnt, most vérkomolyjá válok. Tehát ebéd után az a történet szokott bekövetkezni, hogy az ember a csendes alvás állapotába kerül. Én ezt avval tudtam megúszni, hogy nem tudtam enni, tehát nem hagytam időt magamnak arra, hogy eljek, de most látom a szemeken, hogy többen ezt tennék, ezért most én egy feladattal készültem így első kör, hogy fölébresztünk magunkat. Arra szeretnék kérni hogy mindenkit, hogy lehetőség szerint egy kicsit a füzetébe vagy papírra, de ha nem, akkor a fejében a következő válaszra, a kérdésre próbálom választ találni, hogy milyennek szeretné látni, milyennek szeretnéd látni a gyermeket, a diákot, amikor elhagyja az iskolát. Jó, most próbáljuk azt tenni, hogy van egy 14 éves gyerek, elhagyja az iskolát, milyennek szeretnéd látni? Jelzőket kellene gyűjtened papírra, fejbe, hogy milyennek szeretnéd látni az iskolát, amikor elhagyja a gyerek. Jelzem, nem sokára bekövetkezik. Van a harmadikos kislányom, ugye ott már tudjuk, hogy 8 nap van hátra az iskolából, de az oviból is, az legalább ilyen kemény, hogy már csak 7-szer kell menni, mert ott még egy tanítás nélküli munkanap is lesz. Szóval kellene gyűjteni ilyeneket.
Vannak magányosak is. Őket integráljuk majd egy ponton. Még nem tudjuk, hogy inkluzív nevelésben, vagy csak egy egyszerű ideg integrációban lesz része. Jó, még lehet beszélgetni, jó? Csak próbáltam oldani. Most akartam oda menni, de... Csak jelzem, hogy a tanítási folyamatban is azért érdemes beiktatni ilyen bemelegítő feladatokat, mert úgyis másról beszélne a gyerek. De így úgy lehet csinálni, mintha erről beszélne, de nyíltan teheti. És amikor kommunikációkészségfejlesztésben gondolunk, hogy ez fontos elem. Arra szeretnének kérni benneteket, hogy majd a következő szünetben folytassátok ezt a beszélgetést. Viszont szeretném kérdezni, csak így voltak hasonlóak egyébként abban, amit mondtatok? Úgy látom, hogy sokan. Arra szeretném kérni, hogy egy picit gondoljátok végig, hogy amiket így magatokban gondoltatok és elmondtatok, inkább személyes tulajdonságok voltak, tehát, hogy nem tudom én, legyen kreatív, bátor, vagy inkább információkat mondtatok, hogy jól tudja a másodfokú megoldó képletet, a citromsav ciklust, vagy esetleg készségeket, kompetenciákat soroltatok. Föltenni az a kezét, akinél az ismeret volt többségben? Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor arról... Nem hallottok egy hátul? Így is? Akkor visszakul. Szóval, hogyha normálisan arról beszélgetünk, hogy egy gyerek milyen legyen, akkor nem jutnak eszünkbe azok a tartalmak, amiről nap mint nap az iskolában visszajelzéseket adunk. És én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb probléma ebben amiatt van, mert hogy nincsenek jó szempontjaink arról, ahogyan értékelni kellene más területen lévő tulajdonságot. A másik, és ez a legsúlyosabb, hogy valójában nem azt értékeljük folyamatosan, ugye a napi hírekhez kötődően, most ezt mindenkire érvényesen, vagy csak kire éppen. Tehát, hogy nem azt osztályozzuk, nem azt értékeljük, ami a legfontosabb, hanem általában mulandó ismereteket. Szóval ezen a folyamaton megyünk tovább, mit várnak el a gyerekek az iskolától? Itt mondom, hogy nagyon érintett vagyok, mert szinte nap mint nap erről beszélgetünk, és Zorka lányom valami olyan áhítattal várja az iskolát, mert barátokat szeretne, szerelmet, mert óviba már végigment minden lehetőségen, de szeretne kérdéseket, vagy a válaszokat a kérdéseire, megerősítés, örömet, vidámságot. És nem tudom, akinek van gyereke, vagy emlékszik még arra, amikor ő gyerek volt, hogy van annyira boldogan vártuk az iskolát. És valahogy nem sikerül. Van egy idézet, megkérdeztük gyereket, hogy mire jó az iskola, és az iskola arra lenne jó, hogy a tanárok tanítanak, rendesek, a gyerekek tanulnak. Nem gondolták, hogy a gyerek nem tanul, oda se figyel meg, hogy tanár gonosz. De az utolsó mondatra figyeljetek. Ha ezt végigélem, átvészelem, nem lesz olyan rossz világ rám. Ezt mondja a 11 éves. Jó, olyanokat mondunk, hogy lifelong learning, meg életfogytig tanulja. Mit mond? Csak éljem túl. Nem akarok senkit bántani, hogy hány gyerek örül ma, hogy itt vagy nem ott. Hát, hogy két Lukas óra lesz, és így a pünköst hosszabb. Hát, és néha még a pedagógusok is azt mondják, hogy csak a 7. B. Azt éljem túl. És tök jó, hogy hétfőn lett volna vele órám, de most nem lesz. És többet nem is lesz idén, és együtt örülünk annak, hogy túl kell élni. És képzeld el, hogy még szülőként is szoktál olyat mondani, nem, te már elfejtettem mondani, hogy például budapestiek, jó? Tehát bunkó budapesti szülők olyanokat szoktak mondani, hogy nem érdekel, fiam, a biológia, tényleg nem érdekel, csöndbe maradjál, fogd be a szád, kussoljál. Egyébként ismerem is a tanárt,
értem a problémádat, de maradjál csöndbe. Éljél túl. Nem az a fontos, hogy valami izgalmas dolog történjen meg, hanem hogy éljünk túl. Szörnyű dolog, hogy egy kis időutazásra hívlak benneteket. 100 évvel ezelőtt milyen kritizálták az iskolát, és akkor kezdjünk egy kicsit szorongani, hogy milyen rossz lehetett 100 évvel ezelőtt iskolába járni. Ilyeneket mondta, hogy nem jó, mert akkor, tehát akkor az volt a baj 100 évvel ezelőtt, hogy az elraktározott ismeretek mennyisége volt a fontos. Borzong bele. Képzeld, volt tankönyv. Akkor még több volt, de tankönyveket kellett betanulni. Majd a vizsga célja az volt, hogy vissza tudod-e böfögni. Jaj, szörnyű lehetett ilyenkor iskolába járni, nem? És képzeld, a jutalmazás, vagy a érdeklődést jutalmazásos büntetéssel keltették föl. Jó volt. Nem tudom, emlékeztek, az Éretlenek című film, talán többeknek volt egy ilyen tanítógép. Nem tudta, akkor kapott egy, nem tudja. Ha tud, akkor nyalhat. Tehát többé ugyanarra az algoritmusra működünk, hogy avval akarunk motiválni, hogy megjutalmazunk. És nyilván a ciki az, pont ilyen Budapest legtöbb iskolája. Mintha 100 év úgy múlt volna el, hogy nem érintette meg a szele. Erre persze lehet azt mondani, hogy végre valami értékstabil dolog a mai Magyarországon, vagy azt, hogy a tudomány, pedagógia, pszichológia valahogy nem érintette meg a pedagógus közösség többségét. Mondjuk, ahogy titeket elnézlek, látom azt a fáradt szemet itt mindenkinél, hogy éjjel a férjet, kedveset, szerelmet, szeretőt, kinek mire van ideje, vette le a szemüvegedet, mert épp kicsúszott az új pedagógia szemle a kezedből, de nem feltétlen ez a kép ma, hogy úgy gondolnám, hogy képben is kellene legyek. Pedig hihetetlen változások vannak. Ezeket tudjuk, nagyjából értjük is, és nem is akarok belemenni, de azért két dolgot kiemelnék. Az egyik, hogy 3 évente megduplázódik a Földön az ismeretek mennyisége. Még egyszer, megduplázódik. Ha ezt mind meg szeretnéd tanítani, az fog következni, hogy egyre többet fogsz a 45 percben beszélni, egyre inkább még több órát fogunk kitalálni, mert még ilyen óra nem volt, legyen ilyen is, és lehetne minden nap iskolatás nevelés is, meg majd minden nap, egész nap lakjál benn. És valójában olyan élményünk van Pesten, hogy mintha 10 évvel ezelőtt a gyerekek mégis többet tudtak volna. Hát, hogy nagyon sokat akarunk megtanítani, és valójában nem lesz eredménye. Nyilván sok mindent lehet erre mondani, de talán a kevesebbet, de mélyen, az egy jobb megközelítés lenne. Még egy dolgot hoznék ide, a bizonytalanság kezelésének a problémáját. Ez kevésbé látszik, de néhányat kiemelnék belőle. Ma azt lehet tudni, hogy a 10 legnépszerűbb foglalkozás 2004-ben nem létezett. Jó? Ebből világos, hogy a pedagógus, gyógypedagógus nem tartozik a legnépszerűbb foglalkozások közé. De ennél szörnyűbb dolgot lehet kimondani, hogy 2017. szeptemberében az én Zorka nevű kislányommal úgy kell szegény tanítónéninek elkezdeni foglalkozni, olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat kell nála fejleszteni, amire neki 25-26 éves korában 20 év múlva lesz szüksége. 2037-ben. Tudjátok, mire lesz szüksége? Fogalmunk sincs. Senkinek. Úgy, ahogy van, nincsen. Ehhez képest viszonylag kemény témazáró dolgozatot írunk a citromsav ciklusból, a Ruhrvidék vaktérképen való bejelöléséről, és vitázunk azon, hogy most a diszlexia, a diszgráfia az most tanulási zavar-e, vagy osztályozható. És mondok még egy nagyon fontos dolgot, hogy a mai iskolába járók 38 évesen több mint 10 munkahelyen fognak dolgozni. Tehát nekünk pedagógusoknak egy olyan mintát kellene közvetítenünk, hogy neked akkor jó, ha legalább 10-12 álláshelyed lesz. Mondjuk mi, akiknek többnyire 2 volt, és csak azért 2, mert egyszer összevonták az intézményt. Aki szerencsétlenebb, annak többször vonták össze, és volt, amikor hirtelen meg is világosult, és felekezetet váltott. De
valójában ugyanott ugyanazt csinálja, és nem nagyon kell megmérettetnie a tudását valódi versenyhelyzetben. Hát a pestiekre igaz, ez itt egy másik világ. Még egy dolgot mondanék ide, ami a gyerekkorhoz kötődik, hogy nyilván nagyon sokat emlékeztek, tudtok, és alkalmazzátok is persze azokat a pszichológiai elméleteket, amely a gyerekeket kategorizálja, és nagyon sokat köszönhetünk Freudnak, Erikssonnak, stb., aki ilyen korszakokat ad a gyerekeknek. De gyógypedagógusként, fejlesztőpedagógusként, tanárként azért azt látjuk, hogy egy osztályban jóval nagyobb a variancia. Tehát valójában azt látjuk, hogy olyan gyerek nincs. Akinek az a szerencsés helyzet, hogy több gyereke van, az még inkább elcsodálkozik azon, hogy még csak nem is hasonlít, pedig többnél ugyanabból az alomból jön, és valahogy mégsem egyforma. És mi szerintem sajnos egy jó szándékból, de valami furcsa helyzetet teremtettünk. Bemész egy általános iskolai, középiskolai osztályba, lassan nincs olyan gyerek, akinek valamiről ne legyen papírja. Ebben a szülővel, a gyógypedagógussal, a nevelési tanácsadóval mindenkivel lehet szövetkezni, de lassan már az a cél, te mi vagy? Se, de legalább legyél atipikus. Érdeket? Azért már tipikus ne legyél, jó? Tehát atipikus, de már mégiscsak más, de vagy hiperaktív vagy, vagy valami legyél. Legalább háromhás, jó? Azt egyébként azért is szeretjük, láthatóan két széken ül. Ugyan kicsit többet ér, mint a másik, mert vele tudunk osztályt indítani kis létszámmal. És esetleg anyát is meg lehetne győzni, hogy az összes 7 gyereke lehetne 3-hás, és ha egy picit visszatartjuk, össze egész osztályt tudunk indítani a családból. Komolyra fordítva a szót, nyilván azt jelenti, hogy ha a gyereknél beégetjük ezt a történetet, akkor ő meg fog felelni annak az elvárásnak, amit vele szembe támasztunk, és ez az, amitől ez egy végtelenül veszélyes történet, annak ellenére nyilván a tudomány sok mindent meg tud állapítani, és tök jó, hogy információnk vannak, hogy hogyan lehet egy gyereket eredményesen fejleszteni. Végül is azt az egyszerű következtetést is lehet mondani, hogy legjobb, ha nem osztályozzuk. Persze azt is lehet mondani, hogy minek jár iskolába? Jó, hát 16 év fölött tök fölösleges, de esetleg 14 után is. De minek idegesít általános iskolába? Legjobb lenne, külön lennének. Régen is volt, nem? Egy rendes szocialista embernek nem születik, csak sok oldalon művelt gyereke. Hát rosszul művelt nem, tehát őt legjobb, ha nem látjuk. Ha nem látjuk, nincs. Ma oda jutottunk, hogy akár meg is tudjuk akadályozni, hogy legyen. Azért veszélyes ez a történet, mert olyan, mintha nagyon messze lennénk ettől a világtól, de valójában sok múlik rajtunk, hogy ebből mi fog megvalósulni. Hú, de nagyon begyorsulunk. A legfontosabb változás azonban a tanulásról alkotott tudásunk. Jó. Kezdetben viszonylag egyszerű történet, azt hittük, hogy a tanítás az nem más, mint ami itt történik, van egy ismeretadó ember, az atya, apa, jóisten, a tudás forrása, Gipsz Jakab, Lénárd Sándor, a terem többsége nem ismerte, hogy ki vagyok, és tök jól elélt eddig, tehát nem hiányoztam az életéből. Most eljön is, itt 45 percben megmondja, hogy kéne adaptívan integrálni, nyilván nem is, nem fogja tudni, tehát az egész abszurd ebben a helyzetben, jó esetben elgondolkodtat valamin, de hogy nem így tanulunk. Nem az történik többségében, hogy úgy tanulnánk, hogy a másik mondja, én megjegyzetelek. Amit ez kivált, az hosszú távon nem más, mint a nyitott szemmel való alvás. Jó, én ezt ma próbáltam megakadályozni azzal, hogy úgy csináljunk, mintha gondolkozol, de nem tudok mindenkit rávenni, mert már azon gondolkozom, hogy mindjárt püskös van, be kell vásároljak, mindjárt vége van, de jó, megyek. Máson gondolkodik. De nyitott szemmel tudunk aludni. És képzeld el, saját gyerekedet így otthon, jó? 45 perc után föláll, üljél vissza, most takarítottam. Saját gyerekünk lenne, elviszik a doktorhoz, doktor, valamit csináljon vele, mert tehetetlen tömeg olyan, mint apja. Az iskolában megképzeld, ott ül így, te. Ismeri a neved napját. Még virágot is hoz.
összeszedi az ebédpénz. Kiüli a kettest. És még fölmentjük magunkat arra, hogy valójában minek őt idegesíteni a másodfokú megoldóképlettel, majd az apjával lesz a gyárban férfi. Hát csak nincs már gyár, meg nem él együtt apjával, de ezek melléges körülmények ebben a dologban. Szóval nem működik az ismeretátadás. Erre jött a szemléltetés. Csak jelezném, ebben is nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A mai gyerekei egy olyan vizualizált világban nőnek fel, amihez mi föl se érünk. Képekben gondolkodnak, nagyon gyors váltásokra képesek. Egyszerűen lassúak vagyunk neki. Most gondold bele, hogy ha te azt a sebességet szeretnéd fölvenni, akkor az órán, frontális osztálymunkában, ilyen 20 másodpercenként vágásokat kéne elkövetni. Jó? Próbáld ki. Jövő kedden, így fog, Kati néni reppel. Végre történik valami. Régen azért mentünk be az iskolába, mert annyira nagyon jó volt, mert olyan eszközök voltak, ami otthon nincs. Diavetítő, filmvetítő, zene, lejátszó, írásvetítő. Te visszaértünk ide? Hát ilyen eszköz otthon már nincsen. Hát Windows 10 alatt nem fut, nincs... Muzeális lett lassan az iskola megint. Nyilván Eger az egy digitális fellegvár, de egyébként Budapesten ez nehéz látni. De a szemléltetéssel még egyszer nagyon nagy baj, hogy nem eléggé korszerű. De nem is könnyű. Jött a harmadik, a cselekvés pedagógiája, reformpedagógia. Nagyon sokféleképpen lehet. A lényeg, hogy tevékenykedtetni kell. Aki közületek szokott ilyet csinálni, az tudja, hogy ez a legnagyobb nehézség, hogy erre készülni kell. Ennél még nagyobb, hogy zajjal jár. Ha most, hogyha pedagógusként azt hiszem, hogy a tanulás akkor zajlik, nem elég, hogy két helyet foglalsz, meg bele is szólsz. Hát, eszembe, azért ide ültetlek, jó? Fogom is a kezedet, mert hiperaktív is vagy, meg anyáddal is beszéltem már, hogy legjobb, ha itt ülsz. Hallod, ahogy tanulom? Igazgató elmélyű is hallja. Úgy megyünk be egy terembe, a zaj jön ki, hogy nincs benne senki. Tehát gyerekek nyilván nem számítanak, de hogy... De az igazi komoly probléma nyilván az, hogy egészen más szempontból kellene csoportmunkát csinálni. Erre most nincs időnk belemenni. A negyedikkel szeretném mondani, a csoportmunka se hold meg mindent. A mai modern pedagógia és tanuláselmélet sokkal erősebben a kognitív pszichológiára épített konstruktivizmus tanulásfelfogásában hisz, ami azt mondja az előző hárommal ellentétben, hogy a tudás nem kívülről jön, előadja, szemlélteti, eljátszuk, hanem belül keletkezik. Itt konstruálod. És ez azért egy egészen más dolog, mert ha elhiszem, és ezen tanulás-elmélet alapján gondolkodom, akkor fölértékelődik a másik szerepe. Egy más kultúrájú, egy más szocializációjú, egy más gondolkodású, egy más értékeket képviseljek, mert együtt tanulunk. Szörnyű, de a budapesti pedagógusoktól feliratom, hogy konstruktivizmus, írjál 8 sort. Nem tudja, hogy mi az a konstruktivizmus. Hogyan fogsz egy olyan órát csinálni, olyat tervezni, mint a konstruktivista tanulás elmélet alapján el? Nem tud ilyet. Ezért szeretek Egerbe jönni, mert látom a szemeden ezt a mély megvetést a pestiekkel szemben, hogy nem tudnak ilyet leírni. De amikor, érted, elmész az orvoshoz, és azt nagyon-nagyon fáj a lábam, itt nagyon, így, vágjuk le. Tehát nem lehetne így megröngenezni, vagy artoszkópia, vagy valami, egyből vágunk? Én csak azt tudom. Hát nem van az, hogy attól elvárjuk, hogy a legmodernebb eszközökkel, tudással, még tulajdonképpen nem is bemért eszközzel is, de próbáljon túlélni. Mi meg azt mondjuk, hogy a múlt században használt eszközökkel dolgozunk. És ugye a konstruktivizmus esetén egy nagyon fontos világkép az, hogy úgy áll össze az én tudásom, hogy konstruálódik benne az, amit a többiekkel együtt tanulok meg. Hogy fölértékelődik a maga a nézetbeli különbségek, a tudás, közös konstrukció és az együttlét, a másiknál való együtt tanulás. Ebből alakul ki a tudásom. Ez azért gondoltam, hogy ezekről beszéljünk, mert valójában az egész integrációnak ez alapja, vagy az inklúziónak. Hogy nem azért van, hogy lassítsa, meg hogy egy helyen kevesebbet kell kiosztanom, hanem azért,
mert hogy az ő tudása és az ő nézete fogja alakítani a másik tudását. És ehhez kötődően persze az se mindegy, hogy mit gondolok az együttnevelésről. Akárhogy tesszük ezt, bármilyen szempontból szelektálom a gyereket, az szegregálás lesz. Ő neki a legnagyobb tudása magáról az lesz, hogy miben más, mint a többi. És nem az, hogy miben jobb többnyire, hanem minden más, és hogyha nem lenne, akkor milyen jó lenne. Ezért egyéni kezelés mentén tesszük, többnyire homogén csoportok akarunk létrehozni, mert azt hisszük, hogy homogén csoportok egyébként léteznek, és akkor könnyebben tudok haladni a gyerekekkel. Világviszonylatban megbukik ez a logika. Most nem akarok PISA meg egyéb vizsgálatokat mutatni arról, hogy nem igaz, hogyha külön teszem őket, akkor eredményesebb lenne a teljesítmény. De a félelmet is nézzük össze, jó, Budapesten még van 3 osztály. A osztály. Matek, angol. B osztály. Sporttagozat. Ide ültettem az egész 3-ás csapaton. Ők meg itt vannak velünk mindig. És képzel, nem szokott mindegy lenni, hogy ki az A osztály osztályfőnöke. A megye legjobbja 20 éve. Katikám, nyugdíjba mész, vagy a C? Mindig is a C-t szerettem volna vinni. Vagy jön a fiatal pályakezdő, aki semmit nem ért még. Adjuk oda a C-t, itt mutasd meg a modern pedagógiádat. És képzeld el, a vakvezet világtalant fog bekövetkezni. És a szörnyű dolog, hogy ide kössük a mai alkalomhoz, hogy ide fogjuk integrálni a gyerekeket. Nem az A-ba, nem a B-be, hanem a C-be. És miért? Mert a fejemben az van, hogy az egyiknek van papírja, a másik nincs. De ott egyformák vannak. És még egy szörnyű dolgot szeretnék mondani, hogy az A-osztály, bárhogy választottuk ki, bármit csináltunk, egyben homogén, jó szociokrömi státuszú családok gyerekei. C-sek is. És gondolj bele egy picit, ha még tovább megyünk ebbe a dologba. Itt azért vannak a legjobbak, mert a legjobbakból a legokosabbak. Tehát ide üzenem a anyunak, apunak, hogy érdemes összefeküdni, mert ilyen kis okos gyerekek jönnek ki belőle. Hát, ha tévéznétek. Azaz, hogy valójában egy társadalmi szelekciót egészen más alapokra kezdek helyezni, és azt a szörnyű helyzetet tudjuk elérni, hogy az A-osztályba járnak egyébként a mi gyerekeink is, akik nem akarnak Magyarországon élni. Megteremtettük azt a dolgot, hogy magányos nagyszülők leszünk. Ők meg, ha fölrakjuk a repülőre is, visszahozzák. Mert őket meg nem tanítottuk meg a modern világba való együttélésre. Én számomra az normális, az a normális szóként, hogy mindenki más, hogy különböző, és ebben az a normális, hogy nem elkülönítjük őket, nem falakat húzunk, hanem kinyitjuk. Itt a teremben nem kell ezt mondanom, mert mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy egy integráció, vagy még szebb inkluzív folyamatot tudjak csinálni, az nem attól fog elindulni, hogy most júniusban kitalálja az igazgató, hogy kevés a gyerek, és a két kolléganőt ráveszi, hogy akkor jövőre azt a 3 gyereket is integráljuk a C-be, akiket egyébként évek óta elzavarunk az iskola környékéről, hanem hogy fölkészülünk arra, hogy hogyan lehet tenni, és teljesen nehéz ebben általános dolgot mondani, mert ez ebben esetben lehet, hogy jobb egy szegregált intézmény, mint egy balul elsült integrációnak hívott katyvasz. De nyilván az én fejemben az van, hogy valójában nem kellene falakat építeni. A falak fognak megrökönyíteni, vagy még inkább megnehezíteni társadalmi együttélést. És akkor mit csináljunk? A tanulás értelmezés kötőben még egy dolgot szeretnék mondani, amit
azért is tettem bele, mert ma erre nagy vita van, hogy osztályozunk, ne osztályozunk, mit csináljunk. Egy dolgot kellene világosan látni, hogy a gyerek úgy kezd el tanulni, ahogy értékelik. Őszintén szólva, ezt az egy mondatot annyira szerettem volna én kitalálni, de csak olvastam. Még egyszer, a tanulók az értékelés módjához alakítják a tanulásukat. Ha állandóan témazáró dolgozatokat, feleléseket csinálok, erre fogok szocializálódni. Ebben lehet főmenteni valakit, de ettől nem tanítom meg tanulni. A tanulás abból lesz, ha sokféle módon tudom értékelési helyzetbe hozni. Ezért az értékelés módját kell a különböző technikákkal alkalmazni. Az a típusú dolog, amit budapesti pedagógusok művelnek osztályzás címszó alatt, az végtelenül korszerűtlen pedagógiára épül. Abban a pillanatban, ha én egy egyéni fejlesztésben gondolkodó adaptív tanulásszervezéssel működök, akkor rájövök, hogy nem tudok körtét almával egy ötfokú skálán elhelyezni, és nem is akarok. Abban a pillanatban ugyanis reménytelenné teszek csoportokat. Akkor mit lehet tenni, és maradt rá 10 percem? Én azt mondom, hogy amit lehet tenni, az nem más, mint hogy az egyéni sajátosságokat kell figyelembe venni, ahogy a gyógypedagógusok egyébként nagyon régóta ezt teszik, és nyilván az értelmes többségi pedagógus is. Én 3 ilyen dolgot emelnék ki, hogy hogyan lehet a tanulásszervezést az egyén szükségleteihez alakítani. 3 ilyen alapszükséglet. Az egyik a kapcsolat. Minden gyereknek igénye van arra, hogy tartozzon valahová. Mindenki szeretne biztonságban lenni. Mindenkinek nagyon fontos, hogy kötődhessen valahova. És annyira jól esik, hogy úgy hiányoztál tegnap. Olyan jó, hogy itt vagy. Nem azt mondom, hogy tegnap jobb volt, hanem úgy hiányoztál. Picit zajosabb leszünk, de nagyon hiányoztál. Én otthon se hiányzom senkinek. Állandóan azt kapom meg, hogy olyan hülye vagy, mint az a barom apád. Olyan hülye tróger vagy. Majd bejön hozzánk, és mi következő 2 hétben bizonyítványt adunk róla, hogy anyádnak igaza van. Tényleg az vagy. Egy 5-fokú skálán elhelyezhetetlen tróger. Miért gondoljuk, hogy a gyerek akar majd a tanulási folyamatban részt venni akkor, amikor az egész közegben nem szeretne lenni? És nagyon egyszerű, primitív eszközökkel ezen nagyon sokat lehet változtatni. Vagy a másik, a kompetencia. Minden gyereknek igénye van erre. Jó, most picit felejtsd el azt a szofisztikált portfóliót, amit 3 átmulatott éjszaka során fölnyomtál enterrel a világhálóra, és ott leírtad, hogy mi az, hogy ismeretkészség, attitűd, és még arra is képes a pedagógus, hogy a meg nem tartott órájáról reflexiót írjon. Sőt, hozzá tudja csatolni a kollégáját, aki bent volt papíron. És még a gyerekek is reflektálnak arra, hogy én mit reflektálok, arra, hogy ő hogy reflektál. Pesten. Szóval a kompetencia, minden gyerek szeretné, hogy azt érezze, hogy meg tudok csinálni valamit. Hogy képes vagyok. Megkérdez a gyerekettől, hogy mi volt ma az iskolában? Semmi. Kicsit még ide. Mi volt? 6 sorral több van a töri füzetemben. 2 matek példát sikerült törlés előtt lemásolnom. És mi a házi falat? Azt már nem sikerült. Hogy valójában hányszor megy a gyerek úgy haza, hogy meg tudtam csinálni valamit. És képzeld el, nem nálatok, de a pesti iskolákban előfordul, ugyanaz a gyerek megy el matek versenyre, angol versenyre, ő nyeri meg a Tacepaó versenyt, és ő fogja a polgármester házavatóján képviselni a iskolánkat. Egyébként kollégánk gyereke. És szinte minden iskolában van egy Horváth Laci. Nem tanítom is tudom ki,
A tanáriban vudubábú van belőle. Úgy jövünk ki az óráról. Nem megyek be többet, amíg a Horváth benn van. És akkor megnézed az órarendet, látod, majd a negyedikbe megy be újra. A portás jelzi reggel, könnyű naplasz, Horváthék úgy, ahogy van, nem jöttek. Hogy azon elgondolkodunk-e pedagógusként, hogy mi? Mikor adtunk utoljára sikerélménynyújtó feladatot? Mitől lenne neki a tanuláshoz pozitív élménye? És ide tartozik az autonómia. Minden gyereknek igénye van arra, hogy önállóan döntéseket hozzon. Kérés, engedélykérés nélkül. Ha azt szeretnénk, hogy egy gondolkodó társadalomban kreatív, egyébként önkritikus és sok esetben önmegvalósító ember legyen, az nem megy autonómia nélkül. Autonómia nélkül nincs önmegvalósítás. És a gyerekek imádják. Gondoljuk végig, hogy hányszor teremtünk neki lehetőséget egy iskolai tanulásban, hogy dönthessen, mit szeretne tanulni, milyen sorrendben, milyen metódussal. Vagy mi folyamatosan fogjuk a kezét, ne haragudjatok, hogy ezt mondjam, de úgy látom, te bírod, úgyhogy most már, az utolsó pillanat, még... Horváth. Ja, hogy Horváth! Csak azt tudom mondani, hogy egy igazán jó pedagógus, mint én, az egyben mentalista is. Láttam már azt a horvát vonalat. Ezt egyébként otthon vérvonalnak hívjuk. Szóval visszatérve akkor, hogy még arra is képesek vagyunk, hogy a kicsit lassabban haladó Mártának ugyanazt fölnyitjuk konzervben. Zoltán picit rosszabb, még Mártánál is. Megrágjuk. Nem képessé tesszük arra, hogy saját maga tanulását meg tudja tenni, és felelősséget váljon a tanulásáért, hanem ki akarjuk szolgálni akkor, amikor az előbb állapítottuk meg, hogy nem tudjuk, hogy mire lesz szüksége 30 év múlva, amikor készségeket, képességeket és olyan tulajdonságokat szeretnék benne megerősíteni, mint önállóság, kreativitás, gondolkodás, aközben nem felkészítjük őket egy autonóm életvezetésre, hanem túl szabályozottan visszük őket. Nem maradt több idő, mint hogy azt mondjam, hogy ez a tanulási környezetet is meg kell változtatni. Másfajta pedagógus hozzáállást kell tenni. A pedagógus megfigyel, előkészít, kérdez, reflektál, nem ő irányítja, és ehhez megfelelően átalakítom az iskolát, hogy nem a hagyományos frontális elrendezésben vannak a padok. Az 6 éves korba belép az iskolába, ne az legyen a képe, hogy mindig frontálisan van elrendezve. Ne először a hátába legyen szerelmes, hanem esetleg szemből is lássa. És nyilván ehhez alakítani egy modern tanulási környezetet. Zárásként annyit szeretnék mondani, hogy nincs szerintem integráció vagy inklúzió modern pedagógiai tanulás értelmezés nélkül. Ha elhiszem és elfogadok egy konstruktivista tanulásfelfogást, akkor világossá válik, hogy nekem ösztönzőket kell adnom arra, hogy az ember elkezdjen tanulni, amit egyébként, hát ezt kell mondjam, a gyógypedagógusok évtizedek óta csinálnak, és hogy az a tudás, amit ők tudnak, azok pedig együttműködésben átmenjenek a többségi iskolába, vagy a többségi, az iskolába többségi tanárként számot tartott emberhez. Csak ehhez az is hozzátartozik, hogy nem csak a gyerekeknek van ilyen szükséglete, hanem a pedagógusnak is. Ha nem érzem a munkahelyemen a kapcsolat szükségletemet, mert most van, hogy negyedszer vontak össze, és még mindig az ablak felől ülnek a tanáriba a sárga iskolások, ott hátul valahol van valami fejlesztő, de az jobb, ha kis szobájába ül és nem jön föl. És itt mégis a fény körül pedig a jó iskola tanárai. Hogy mi pedagógusok már nem ülünk le egy sörre, most, hogy jön 3 nap, örülünk, hogy nem látjuk egymást, nem azt, hogy még esetleg bográcsozzunk egyet,
hogy nem érzem, hogy az én munkám sikerélményt jelent. És nem érzem, hogy dönthetek kérdésekbe. Úgy nagyon nehéz bemenni a 7. B-be Horváth Mártihoz, és az ő szocioökonomiai státuszát figyelembe véve, az ő sajátosságaira figyelni. Pedig bennünk van ez. És azt szeretném mondani, hogy a gyógypedagógusok a legnagyobb letéteményese annak, hogy értik az egyéni tanulás támogatását. Azt kellene a többségi tanárokkal együttműködve, hogy ezt hogyan lehet nagyobb csoportban is megvalósítani. Én úgy érzem, hogy sokkal jobb kooperatív együttműködésre lenne igény a pedagógusok, a gyógypedagógusok, a fejlesztő pedagógusok között. És együtt jobb. Ketten mindig jobb hülyének lenni, mint egyedül. Nagyon jó munkát kívánok ehhez mindenkinek! Köszönjük ezt a nagyszerű előadást, és kérjük, fogadja jelképes ajándékunkat. Táskája is. Jó. Tisztelettel felkérem Estefánné dr. Varga Magdolnát, az Eszterházy Károly Egyetem tanárát, hogy az Egerben indítani tervezett gyógypedagógiai képzésről tájékoztasson bennünket. És akkor melyiket kell? Ezzel? Ezt nem magas? Vagy ez melyik a? Ez az előre. Jó. Sok tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, és előadásomat egy olyan képpel szeretném indítani, ami a rektor úr bevezető köszöntőjében is megjelent, hogy nekünk itt Észak-Magyarországon, Egerben adtak egy olyan fajta útmutatást, ami érdekében nagyon sokat kell tennünk, és ennek az egyik nagyon fontos, meghatározó területe a pedagógus képzés. És ha itt elolvassák Eszterházy Károly szavait, azt hiszem, hogy ezek a mondatok még ugyanolyan aktuálisak, mint több mint 200 évvel ezelőtt. Amikor lerakta ennek az egyetemi háznak az alapjait, és 1774-ben létrejött ez a gyönyörű épület, akkor még volt arra remény, hogy talán majd egyszer Egerben egyetem lesz. El is indultak képzések, de ugye nagyon jól tudjuk, hogy a történelem és az mindig aktuális oktatáspolitika kicsit másképpen döntött, és hát egy évvel jutottunk el, hogy Eszterházy álma, Eszterházy gondolatai megvalósulhassanak. De azért, ha a pedagógus képzésnek a gyökereihez vissza akarunk nyúlni, akkor itt óriási szerencséje van Egernek, hisz az első magyar nyelvű tanítóképzőt itt sikerült létrehozni, ami aztán el is tűnt az 50-es években, és Sárospatak jóvoltjából 2013-ban került újra a tanítóképzés Egerbe, ami aztán azóta még bővült egy Jászberényi képzőhellyel. Ha itt csak nagyon gyorsan végigpörgetjük, hogy milyen nagy lépésekben történtek itt az események Egerben, tehát az első tanév, aztán az első magyar nyelvű tanítóképző, és talán a pedagógiai főiskolának a létrejötte, ami 49-ben jött létre, majd 62-ben tanárképző főiskola, neveket váltottunk, Ho Chi Minh nevet megkaptuk, és 1990-ben kaptuk vissza azt a nevet, amit ez az épület és annak a szellemisége megérdemelt, de ez is egy nagyon izgalmas helyzet volt, amikor a politika
a hallgatói, az oktatói izgalmak hatására jött létre, hogy végül is sikerült az Eszterházy nevet visszakapnunk. Főiskolaként működtünk 2000-ig, 2000 után elkezdett differenciálódni a főiskola, többfajta képzési ág is bekerült a képzési rendszerünkbe, de talán az az egyik legfontosabb lépés az egyetemünk életébe, ami tavaly július 1-én történt. Igen. Ha az oktatási kínálatunkat nézzük, akkor itt lehet látni, hogy elég széles egy vidéki egyetemhez, vagy korábbi főiskolához a képzési kínálatunk. Felsőfokú szakképzés bizonyos területekhez kapcsolódóan 36 alapképzéssel rendelkezünk. Mesterképzésekben, amire büszkék vagyunk, hisz egy főiskolának, egy korábbi főiskolának mesterképzések megszerzése nem volt egyszerű feladat. 13 szakterületi úgynevezett disziplináris képzéssel rendelkezünk, és a tanári területen 20 tanárszakkal rendelkezünk, ebből 2, ami szakmai tanárképzés. Nagyon széles a választékunk. Szakirányú továbbképzésekben, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekben, és mint korábbi főiskola és egy vidéki egyetem büszkélkedhetünk azzal, hogy 2 doktori iskolánk van, és ezen belül elsősorban, ami a pedagógus képzés egészét érinti, az a neveléstudományi doktori iskola, és ennek a programját szeretném bemutatni. Pedagógus kutatás, iskolapedagógia, digitális pedagógia, és nagyon reménykedünk abba, hogy amit az előző előadásban nagyon élményszerűen és izgalmasan meghallgattunk, hogy a jövendő pedagógia kutatói majd azzal a munícióval látnak el bennünket, hogy az iskola sokkal színesebb lesz, élményszerű, ahol majd minden gyerek azt mondja, hogy 14 éves korában, hogy hát nagyon sajnálom, hogy egy szakasz véget ért, és olyan boldogan lépek át a következőbe. A pedagógus képzésről csak néhány gondolatot szeretnék elmondani, hisz ezzel akarom megalapozni azt, hogy egyáltalán hogyan jutottunk el arra a gondolatra, vagy hogyan jutott eszünkbe az a terv, hogy mi gyógypedagógus képzésbe is belevágunk. Folyamatosan alakul át a pedagógus képzés egész rendszere, nekünk is igazodni kell a nemzetközi trendekhez, ezt a hazai jogszabályok is folyamatosan visszajelzik, és gyakorlatilag 2016-ban megjelent EMI rendelet minden felsőoktatási intézményben, a pedagógus képzés területeinél új képesítési kimeneti követelményeket írt elő, és ennek megfelelően át kellett alakítanunk a képzéseinket, és szeptembertől már új szempontrendszer szerint folyik a képzés, és ebből majd néhány gondolatot, hogy mennyi változás van, illetve milyen fő pedagógiai szempontok emelődnek ki a képzési rendszerből, azt néhány gondolattal majd átvesszük. A pedagógus képzés területénél, ha csak a tanulási eredményesség szemszögéből nézzük, ugye amit Sándor is az előbb nagyon szemléletesen elmondott nekünk, hogy az adaptivitás és gyakorlatorientáltság. Nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön a pedagógus képző intézményeknek egy holisztikus, egy emberközpontú szemléletet kialakítani, és nekünk különösen oktatóknak nagy a felelősségünk, hogy a hallgató legyen erre nagyon érzékeny. És hát ugye nem töltsérrel tölteni a hallgatók fejébe a különböző információkat, hanem valóban fellazítani olyan értelemben a személyiségüket, hogy képesek legyenek a rugalmasságra, az önállóságra, a professzionális helyzetmegoldásokra, képesek legyenek önmagukért, a gyerekekért egy olyan fajta felelősségvállalásra, ami egy pedagógustól elvárt, és azt hiszem, hogy az nem elég hangsúlyozni, hogy erre csak egy autonóm, önálló döntésre képes pedagógus az, aki alkalmas.
És azt hiszem, hogy a pedagógus pályán rendkívül fontos az, hogy ismerje meg azokat a területeket, vagy azokat a szakmai irányvonalakat, ami a gyerekek személyiségfejlesztésére, közösségteremtésére vonatkoznak, mert enélkül nem lesz sikeres a pályán. Nagyon lényeges a méltányosság kérdése. Én nagyon régóta dolgozom a pedagógus képzésben, és az egyik legnagyobb feladatunk, hogy olyan berögzült sémákkal jönnek a gyerekek, illetve fiatalok a pedagógus képzésbe, és hogy az egy nagyon komoly munka, hogy egy kicsit ezt megpróbáljuk átrendezni, hogy az előítéletességükön valamilyen módon egy más látásmódban is segíteni őket, hogy többféle módon lehet a világot szemlélni. Ugye az előbbi előadás is nagyon sok szempontból érintette ezt a területet. Mert ha egy pedagógusnál a méltányosság érzése, vagy a méltányosság képessége nem alakul ki, akkor azt hiszem, hogy azok a gyerekek nagyon rosszul érzik magukat az iskolába. És talán újra kell tanulni nagyon sok tantestületben az együttműködést, a kommunikációs képességeknek a használatát, hogy ne alakuljanak ki azok a helyzetek, amit az előbbi előadásban is hallottunk. És itt talán azért is beszélek erről, mert hogy nagyon sok intézményvezető van itt, és a mi hallgatóink részt vesznek a gyakornokként, az önök iskolájában, hogy ebben nagyon fontos lenne az a fajta vezetői támogatás és pedagógiai támogatás, hogy ez mennyire fontos, hiszen ez az iskola légkörét meghatározza, és ha nagyon jó az iskola légköre, akkor abban az iskolában nem csak egy gyakornok vagy egy gyakorlaton lévő hallgató, hanem a gyerekek is jól érzik magukat. Hát igen, itt aztán még sokfajta tevékenységre kellene figyelni. Itt azért is, mert sok intézményvezető van, szeretném azt elmondani, hogy a tanárképzésben tudjuk, hogy nagyon sok változás volt az elmúlt időszakra, és ennek van azért egy nagyon komoly háttér nehézsége is, hogy országosan lecsökkent a tanárképzésre jelentkezőknek a száma, különösen az osztatlan képzésre, amely ugye most tudjuk, hogy két szinten van, 4+1-es és 5+1-es, tehát a régi képzéshez hasonlóan a főiskola és az egyetemi képzés körülbelül a munkáltatói szempontból is ezt jelenti. Ezen most megpróbálunk többen dolgozni egyetemekkel, szakemberekkel összefogni, hogy ne legyen ez a kétszintű képzés, mert ennek sem munkaerőpiaci szempontból, se szakmai szempontból semmi értelme nincs. És ahogy változik az iskola világa, sokkal szerencsésebb, ha így ezek a hierarchikus viszonyok nem így alakulnak ki. Ami talán jó hír, hogy az előbb említett rendelet az lehetőséget tesz arra, hogy a pályán lévő pedagógusok, akik szeretnének újabb szakképzettséget megszerezni, az legyen tanító vagy tanár, aki egy tanár, aki újabb szakképzettséget akar megszerezni, van arra lehetőség, hogy a rövid ciklusú képzésen vegyen részt, ami kicsit hasonlít a korábbi bolonyás képzéshez, tehát a bemenettől függően különböző képzési időt kell eltölteni a 2,5 évtől az 5,5 évig, tehát attól függ ki, milyen diplomával rendelkezik. Ez azért is nagyon fontos, mert itt Észak-Magyarországon is egyre nagyobb a szakemberhiány, és főleg a szaktanárok területén az utánpótlásnál egy intézménynek fontos ezekről az információkról tudni. Csak mégis néhány szóval arról is említést tennék, hogy milyen tanárszakjaink vannak, szinte majdnem lefedjük az egész palettát, ugye közel 74 szakpárral rendelkezünk, tehát hogy óriási a választási lehetősége a leendő hallgatóknak. Alapképzési szakjaink is a rendelkezésre állnak, a piros az, ami kivétel,
tehát gyógypedagógus képzésünk nincs, ez nagyon régóta tervezi az intézményünk. Tehát, ha megnézzük az előző diákat, akkor azt látjuk, hogy a csecsemő és kisgyermeknevelő szaktól a doktori neveléstudományi doktori iskoláig a pedagógus képzés minden szintjével rendelkezünk, kivétel a gyógypedagógus képzés. És ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy megteremtődjön, mert én nagyon sokat dolgozom levelezőképzésben, továbbképzésekben pedagógusokkal, és azért az a tapasztalat jön vissza, vagy az a gyakorlat, hogy itt Észak-Magyarországon nagyon sok helyen nagyon-nagyon nehéz a szakembereket kapni, és nem minden esetben sikerül a gyerekeket olyan szakmai támogatásban részesíteni, ami az ő számukra nagyon fontos lenne. Na most az is elképzelhető, hogy ugye tudjuk, hogy új nemzeti alaptanterv készül, hogy a pedagógus alapszakoknál is lesz változás, de ez egy ilyen jövő kérdése, témakör. Ha egységes lenne a tanárképzés, akkor elképzelhető, hogy a tanítóképzést is mesterszintre emelve talán népszerűbbé lehetne tenni. Hát a gyógypedagógus képzést kimeneti követelményeit most tanulmányozzuk. Az akkreditációs anyagok előkészületben vannak, és nagyon örülünk annak, hogy azokhoz a célokhoz, azokhoz a kompetenciákhoz, amit a képzés és kimeneti követelmények megfogalmaznak, nagyon sok támogatót és segítőt találtunk a tankerületek részéről, és nagyon jól felkészült gyakorlati szakembereket, akik több fajta képesítéssel rendelkezve nagyon mély szakmai tudással felvértezve tudják majd a mi munkánkat támogatni, és én ezt előre is köszönöm. A főiskolánkon jó néhány minősített gyógypedagógus végzettségű szakember áll rendelkezésre, tehát ők fogják az alapját adni a akkreditációs anyagnak. A mostani számításaink szerint körülbelül olyan 70%-os a minősítettség előállítása, ennek egy szépséghibája van, az be kell vallani, hogy itt nem mindenki gyógypedagógia területéről szerzett minősítést, hanem a határterületek, tehát pszichológia, neveléstudomány egyéb területein, vagy a szakdisziplinák területéről. Azt úgy gondolom, hogy ismerik a kollégák, hogy milyen a gyógypedagógus képzés felépítése, tehát hasonlóan a tanítóképzéshez 8 éves képzés, de ez annyival szerencsésebb képzési forma, mivel itt egy fél éves szakmai gyakorlat is a rendelkezésre áll, ami nagyon hiányzik a tanítóképzésből, a szakmai gyakorlatnak a hossza ott 6-8 hét, és az nem minden esetben elégséges, hogy a pályára lépve hallgatók sikeresek legyenek. Választható szakirányok, 8 szakirányjal rendelkezünk a gyógypedagógus képzés területén. Ebből az egyik a legfiatalabb, amiről a kolléganőtől hallottunk előadást, az autizmus spektrum szakirány. A többi az már jó részt bejáratottan kapcsolódik a gyógypedagógus képzéshez. Ezzel a teljes képzési kínálattal Magyarországon egyedül a Bárci Egyetemi Kar rendelkezik. Nagyon jól tudjuk, hogy még a Bárcin kívül jelenleg Győrben és Kaposváron folyik gyógypedagógus képzés. Mint délelőtt hallottunk, hogy 2 új helyszínen indul, az egyik Hajdúböszörmény, a másik pedig Nyíregyháza. Mi ehhez a csapathoz szeretnénk csatlakozni. Ha megnézzük a gyógypedagógiára jelentkezőknek a számát, akkor azt látjuk, hogy igazán válogatási lehetőség van, mert nagyon nagy a jelentkezők aránya. Hát ugye a 2017-es az kiugróan magas,
de ugye még azt nem tudjuk, hogy milyen lesz majd a felvételi arányszám. 2012-ben nagyon lecsökkent az előző évihez képest, az most nem látni ezen a dián, de körülbelül olyan 8 és 900 között létszám kerül ezekbe a képzőintézményekbe. Én úgy gondolom, hogy most az EMMI-nek van egy olyan fajta támogatása, hogy a maximális létszámfelvételt biztosítják a intézmények számára, tehát ugye, mert mindig egy kapacitás van, amit az intézmények nem léphetnek túl, ezt a képzési kapacitást, ha növelik, akkor több leendő gyógypedagógus lesz. Ezen az ábrán azt látható, hogy a különböző képzőintézményekbe, tehát ugye most még csak ez a négy van, az ELTE a piros, a zöld a Kaposvári Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, hát a Győri Egyetem, és a sárga pedig a Szegedi Tudomány Egyetem. Tehát, hogy milyen eloszlásban vannak a jelentkezők. Hát azt látjuk, hogy itt nálunk Észak-Magyarországon elsősorban az ELTE vezet, még a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, és a többi az csak ilyen elvétve. És úgy gondolom, hogy ha mi ebbe a képzési szintbe belépünk, akkor valószínű, hogy ebből a jelentkezési létszámból egész komoly hallgatói létszámot tudunk majd biztosítani, mert terveink szerint nappali és levelezőképzést egyaránt kívánunk indítani, hiszen a levelezőképzés az, ami a gyakorlatban leghamarabb megoldja a problémát. Hogy miért is mertünk vállalkozni arra, hogy gyógypedagógus képzéssel foglalkozunk? Néhány olyan területet szeretnék felvetni, amivel foglalkozunk szakirányú továbbképzésben, vagy szakvizsgaprogramban. Komoly hagyományaink voltak az inkluzív nevelés tanára képzésben, amit én nagyon jó képzésnek tartottam, hisz ott egy olyan fajta szemléletet, egy olyan fajta szakmai elköteleződést lehetett kialakítani, ami nagyban segítette a sérült gyerekek befogadását a különböző köznevelési intézményekbe. Aztán a fejlesztő differenciáló, az inkluzív nevelés pedagógusa, ez lett az inkluzív nevelés tanárából, szakirányú továbbképzésé vált, egyéni bánásmód, fejlesztő pedagógia, integrációs feladatokra való felkészítés. Tehát, hogy mindig próbálkoztunk a régiónak, a térségnek az igényeit valamilyen módon figyelembe venni, kielégíteni, de azt látjuk, hogy ez nagyon kevés, hisz ezek a szakemberek csak egy részterületet tudnak ellátni, és hát nem váltja ki a gyógypedagógusi szakértelmet. Aztán még néhány tárgyat felsoroltam, amit a pedagógus képzés különböző szintjein tanítunk, mert eddig is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a pedagógus képzés minden szintjét a kisgyermeknevelőtől a tanárképzésig ismerkedjenek meg ezekkel a különböző szakterületekkel, mert ne úgy menjenek ki a gyakorlatba, hogy ismeretlenül állnak a különböző problémás gyerekek korán, tehát sajátos nevelési gyerekek, együttnevelés, beilleszkedés, tanulásmódszertant, és nem akarom az egészet felsorolni, tehát úgy megpróbáltuk itt is a pedagógiai kompetencia határokon belül azokat az ismereteket, vagy ami már a kompetencia határát súrolja, ott legalább lehetőséget adni, hogy felismerje, hogy milyen problémával találkozott. A gyógypedagógus képzés terve az EKF-en, hát mi pillanatnyilag két szakirányt tervezünk, a logopédiát és a pszichopedagógiát, és egy köznevelési specializációt. Amit nagyon fontosnak tartanánk, de pillanatnyilag nincs szakemberünk, az a tanulásban akadályozottak pedagógiája. Tehát ha netalántán az akkreditációs eljárásban sikeresek vagyunk,
akkor ha megfelelő szakembert tudunk alkalmazni erre a területre, akkor mint specializációt szeretnénk kiegészíteni a képzést. Ez év június 30-áig szeretnénk a Magyar Akkreditációs Bizottság felé benyújtani a kérelmünket, és hát szeretnénk 2018-ban indítani a képzést. Amit fontosnak tartok, ez a köznevelési specializáció. Ebben nagyon sok olyan, az elkészült program szerint nagyon sok olyan területet és olyan szakértelmet építettünk be, ami egy kicsit a tanulásban akadályozott gyerekek fejlesztését segíti és támogatja, de természetesen nem egyenértékű azzal, tehát ezért is tartanánk fontosnak annak a szakiránynak a bevezetését. Tárgy és személyi feltételek megteremtése, annak a folyamatos biztosítása nagyon fontos, de most a legelső feladatunk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak való megfelelés, tehát hogy ami nagyon lényeges, hogy a humán erőforrást elő tudjuk teremteni, talán ez a legnehezebb, mármint a gyógypedagógia szakterületén. A minőségi gyakorlóhelyek biztosítása, ebben én úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk, jó gyakorlóhelyekkel rendelkezünk, és a gyakorlóhelyek, leendő gyakorlóhelyeinkről jó a fogadókészség. És azt hiszem, ha sikerül összehangolni a felsőoktatási képzést a gyakorlati képzés minőségével, akkor az a célunk, hogy jó minőségű, jól felkészült gyógypedagógusokat tudjunk kibocsájtani, az meg fog valósulni. Pukánszky Béla nevét aztán mindenki ismeri a nevelés történetből. Ő a Szegedi Gyógypedagógiai Intézetnek a igazgatója, de egyben a mi doktori iskolánknak a vezetője, és ő mindig azt mondja, hogy a gyógypedagógus szakma az igazi kézműves szakma. Tehát az valóban ugyanúgy meg kell tanulni, mint ahogy egy ékszert elkezdünk szépen formálni, ami egy nagyon alapos munka, nagy szakértelmet kíván, nagy odaadást kíván. Ha ezt meg tudjuk valósítani, hogy igazi, jó, kézműves gyógypedagógus képzést teremtünk meg, akkor azt hiszem, hogy Eszterházy is nagyon elégedett lesz velünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, és kérem, fogadja el ezt a virágcsokrot. Bemondtalak. Úgy érzem, és úgy gondolom, hogy a mai napon nagyon tartalmas és színvonalas előadásokon vettünk részt. A mai nap lezárásaként felkérem Horváth Mártát, a 60-i tankerületi központ igazgatóját. Bocsánat, hogy zárja be a rendezvényt. Ott. Kedves kollégák, mit tudnék mondani a mai nap zárásaként, így Horváth Mártaként? Hát, főleg már tükön ültök, nézitek a telefonotokat, itt ül a főnök veletek szembe, és még el sem mehettek, mert utána az lesz, hogy na, elmentem az ebédszünetben. Tudom, mindenki siet, de mégis azért engedjetek meg egy pár gondolatot. Az egyik gondolatom az volt, hogy remélem mindenkiben megerősödött az a hit, hogy a saját intézményben kell foglalkoznunk a sajátos nevelési igényű gyerekekkel. Nem megoldás az, hogy keressünk már másik iskolát ennek a gyereknek. Mert ott van a másik iskola, akkor ő is akar majd keresni egy másik iskolát, meg ő is, és akkor végül hol lesz a gyermek? A mai nap megerősített bennünket abban, hogy nekünk kell foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Ehhez kaptunk útmutatót, gyakorlatit is, és elméletit is. A második gondolatom az volt, hogy az iskolákat nem szabad egyedül hagyni. Tehát összefogásra van szükség, széles összefogásra, széles körű összefogásra.
az oktatás politikusoktól kezdve a különböző területek szakembereinek összehangolt munkájára van szükség, a fenntartó, a mi hozzáállásunkra, a szülők bevonására, mert csak így tudunk segíteni a gyerekeken. A harmadik pedig, ma a munkánk révén voltunk itt. De ne feledjük, bármikor, bármelyikünk a magánéletünkben is lehet érintett, fogyatékkal élő gyerekekkel, fogyatékossággal, sajátos nevelési igényű gyerekkel való találkozásra. Én arra kérek mindenkit, hogy úgy végezze a munkáját, olyan odaadással, olyan odafigyeléssel, minthogyha a személyes magánéletében is érintett lenne ebben a kérdésben. Én köszönöm kollégámnak, Zolinak, hogy megszervezte ezt a napot, köszönöm munkatársainknak, hogy részt vettek a szervezésben, és köszönöm nektek, hogy eljöttetek erre a mai napra. Holnap után pedagógus nap, kívánok mindenkinek nagyon szép pedagógus napot, a tanév hátra levő részére még jó munkát, a nyári szünetbe pedig jó pihenést, és köszönjük szépen! Köszönjük szépen a figyelmet, én pedig erre a hosszú hétvégére mindenkinek jó pihenést kívánok!